Szevasztok, itt vagyok a Banishor, vagy Banished, vagy akárhogy kell kiejteni. Igazi paraszt szimulátor játék. Na ez így jó lesz, nézzük milyen hegyes-völgyes, szerintem simán hegyes lesz. Térkép nagy, éghajlat az elfogadható, katasztrófos lett. Kezdési tényezők. Legyen. Milyen a nehéz? Nincsen magja. Legyen csak közepes. Módokat nem raktam be, lehet modolni, csak annyit raktam be, hogy ízi magyarosítás. Csak akkor az legyen a neve, hogy ez Puszta Szabolcs lesz. Ja, igen. Angolos kiosztása van. Na. Rendben. Nézzük, milyen mappot fog generálni. Meg már régen játszottam ezzel, nem tudom, azóta került-e bele újdonság. Meg a modokat sem nézegettem, mik készültek hozzá mostanába. Emberek száműzetése van, ennyi. Olyan meleg van, pú, faszom. Ott Edjának vegye le a fűtést. Erre úgy hagyta, azt megint meg lehet pusztulni 28 fok melegbe. Most már lekapcsoltam a kazánt. Na! Elsődlegesen kell építenünk egy szántómezőt akarok, de úgy akarom megcsinálni, hogy az igaz ilyen falus legyen. Egy pár emberre, azt tudom, hogy kell csinálni, ja, ez itt, nem itt van, itt ez a begyűjtés. Igen, itt minden nyersanyagot összegyűjtünk, csak így egyelőre. Na, itt van mehetünk egy folyó is, így ennyi elég egyelőre. Na, menjetek dolgozni, kis időt gyorsítunk rajta, egy ötszöröst. Idén kibírjuk aja nélkül. Ki kell rakni itt. Mi ez? Ez igen, ez kell. Ez nem kell. Ez se kell. Ez jöhet. Jó, és akkor... ez, aha. A fát azt felemeljük 20 000-re. Ja. Kő is lehet 20 000, vas is lehet 20 000, tűzifa az elég 200, szén is lehet 20 000. Textil elég, 50 szerszám, étel az sok kell. Ez lehet 1000, ruha legyen 50, alkohol így egyenlőre elég. Oké. Na, akkor ugye kell csinálnunk elsődlegesen, hogy tudják hol rakni a cuccost. Egy magtárat, ami ez az? Lerakat. Nem magtár, hanem egy ilyen lerakatot. Ami meg is telt már. Így egyelőre, így utánk csinálunk ilyen keci nagyot ide. Szépen hagyd dolgozzanak a parasztok. És akkor csinálunk, utat, építést kell, hogy kettő építés azért legyen. Jó, és akkor utat, hol kell utat szekérni? Hát nem kőutat akarok elsőnek. Hogy van? De né kerüli ki. De ez geci. Vágjátok ki ezt a gecis fát. Parasztok. Dolgozzatok. Nem, de egyelőre így lesz. Ez lesz a főút, ezért ez ilyen széles főút lesz. Valahogy lehetett majd gomb kombinációval. Ez így csinálj, kontrollal. Valamivel lehetett pedig. Jobb gombbal úgy eltünteti. Közösségvel forgok. De nem így akarom. Miért nem lehet úgy? Tudom, hogy ki lehetett volna jelölni ilyen nagy területet. Elve forog, majd Q-val is. Nem, hogy a kibaszott raktárra csinálnák a faszfejűek. Na mindegy. Miért kell megtelt a raktár? Hát kit érdekel? Ott van, már csináljátok az újat, bazd meg. Lehetett volna polizét nevelni. Polaritást. Polaritást? Prioritást. Ez miért nem akarok még? Ez volt az, nem, ez. Prioritás megnöveljük. Meg a házakat le kell csapatni. Egyből kőházat akarok. Hogy lehetett forgani erre, jó. Idejni.
Úgy is úgy tervezem, hogy mindenkinek lesz egy szántóföldje. Ugye kerthez lesz izi. Jó kell ezt csinálni. Ez az. Szántó. Úgy mindenkinek lesz hozzá egy szántója. Úgy kéne valahogy, hogy nem így. Így. Ilyen ekkora szántóföldet. Jaj, de hogy nem lehet, mert úgy szopós. Akkor nem így lesz. Akkor így lesz, amekkora lehetséges. Akkor így lesznek itt a házak. Földművelőst beosztunk ide már egyből. Na, burgonya meg káposzta, legyen krumplink. Két embert be is csapatunk rá. Mennyi, ez egy korai nyár, hát még talál lesz bőle valami, majd kiderül. Akkor leépítünk még egy hőházat. Meg így egyelőre három elég lesz. Ide is csinálunk. Három kőházat. Ha, hogyha nem basszom volna el. Ezt itt letöröljük. Hogy lehet letörölni? Így, igen. Akkor ide rakunk kőházat. Így. Na, így kezdődik a helyünk. Ezt itt kicsapatjuk, ide. Itt nagyobb lesz a terület. Mi a fasz? 16x16-os lehet, nem? 15x15-ös lehet csak. Itt milyen végnyet csináltam, az így nem jó. Ide is ilyen vastag szántót kéne csinálni. Nem túl hangos a játék. Nem mindig elfejtem, hol kell nyomni. Na. És ilyen szép nagy. Jó, király. Így lesznek a házak a főút mellett. Terveim szerint. Most úgy akarom megcsinálni, tehát tényleg valamilyen izé lenne, egy ilyen város. Kibaszott fát kivágták meg? Jó. Út fogja körbevenni. Aki pusztítsák le a terepet. 20 építész kéne? Ez kemény. Na, akkor építészt az... Izéljünk így, adjunk ennyit, mert a ház kéne télire. A prioritást, azt föl is csapatjuk. Itt kell elreni. Kell ugye tűzifalsogató, mert mennyi tűzifánk van? 200. Igen, és úgy lesz, hogy hogyan legyen. Mindig itt megcsináljuk az utat egyelőre, a út az biztos, hogy lesz. Aha, hozzá nem építettük. Miért? Ne baszd már ki! Mindig ide még kifér egy pár ház. Jó van, hontalanok vagytok, látom. Lehet elvileg alagutat is csinálni. Alagút. Miért nem lehet? Mikor hova lehet a lagütet rakni? Itt zöld. Hát ez keci. Akkor nem lesz alagút, építsétek a házat, vagy ahol laknotok. Akkor itt ilyen átjárós lesz, az kész. Hogy hidat kéne ide rakni? De híd se jó. Nem. De miért lehet ide a lagutat ásni, te mocsok? Miért nem lehet ide a lagut? Itt lehet a lagut? Itt, ide nyomok így, meg így. Még mekkora helyben lehet a lagutat rakni? Itt lehet? Itt még lehet. Nem, majd már visszabről kell hozni, vagy mi? Faszom, de akkor meg hogy néz ki? Na, hülye nézni. Így meg jó. Aha, lehet, hogy az úttal van a baja. Most én nem akar a lagutat csinálni.
Éhesek, éhesek azt mondják. Na mindegy, ha akar algutatok, vagy elmondjuk. Na építsetek, építsetek. De lecsapottunk egy kutat, valahol láttam. Az tűzoltáshoz kell, én még a játékban nem találkoztam tűzzel, de biztos van. Itt lehet egy kút így a falu közepén. Nem lehet útra. Mi a hülyeséget? Miért nem lehet útra rakni? Aha, így kell távolítani az utat. Na, azt eltávolítjuk. Akkor már lehet rá útot rakni? Na, építsétek már azt a szart meg. Van unatkozó paraszt, azt mondja, hogy unatkozik. Nincsen munkája. Akkor építkezzének. Ha ez munkád, ne éhezzetek! Megnézem, eddig pusztottam ki az erdőt, mert nem halászatból fogunk elsőnek élni. És hol lehet kereskedni? Izékkel majd lehet penszülöttekkel is kereskedni. Igen, ez a kibaszott köd. Kettő, egy éhezik, kettőnek nincs munkája. Adok én nektek munkát, hallott a munkát. Bántó ez. Ez sincs kész, semmi nincsen kész. Ki halt meg? Főnőves meghalt éhezésbe. De jó. Akkor dolgozzatok. Ott a kaja, gecik. Hol a kajátok? Ide benyomták maguknak a gecik. Na 228 krumplia van. Nek még nincsen krumplia. Na a faszom, mindenki ilyen döglik. Hát ez buzdi bazd meg. És az miért nem készül el? Hol a építőmunkás? Nem érnek rá? Ruhát is kéne nekik adni. Így jó. Így jó. Na. Fasza, és akkor csinálunk ide egy utat is akkor már. Így. Az úton gyorsabban mennek. Na, egy szántó elkészült. Akkor lehet ide, itt krumplit termelünk, kap ide 4 embert. 10 munkásból elveszünk. 4 ember. Milyen idő van, késő tél, akkor tavasszal kezdenek is vetni. Vetni, aratni. Ezt a gecit miért nem csináljátok meg, ezt a házat? Még senki se hontalan, de akkor csinálhatnák. Jó. Akkor kell, ez nem ilyet mi nem csinálunk. Gyógyhüvesse kell, egyelőre erdése kell. Vadász se kell. Legyen vadász. Adjunk egy vadászatot ide. Hova rakjuk a vadászokat? Nincsen nagy erdőség. Itt mennek a állatok, de ilyen messziről vigyék akkor a húst. Túlparton. Nincsen izé. Na itt van erdő végül is. Ide lehet becsapunk egy erdészetet. Itt legyen a közelbe. Vágjuk ki a izéket, a köveket. Gyűjtsétek be. Meg a vasat is. Jó. A fa meg megmarad, és akkor oda bemehet a vadász. Így itt vadászom akkor. Ez a kipusztul mindenki, basszom meg. Na, a parasztok már kapálnak. Az a baj, hogy nagyon izé ki vagyok szopulta. Meghal mindenki.
Mindenki földművet tesz. Na. Már majd akinek van ideje, van mi 8 gyerek, hát a felvi munkakör, menet közbe, vagy munka közbe. Akkor azok be tudnak állni munkába. Na, gyorsítsunk rá egy kicsit az időre, 10-szeres sebesség. Hogy fázik izébe? Hány fok van? 12 fok. Amikor az nem a legmelegebb, de ezek nyáron is képesek fázni. Tűzifám sincsen, geci. Kell tűzifát is lerakatni, hasogatót. Az melyik? Az mindenki meghal. Meg kurva jó. Ezért bánya nem kell. Aprítóz. Ilyen sok helyet foglal. Baszomat, itt pont jó lesz. Jó. Jó, mindjárt lehet learatni, ez krumpli, igen. Na, fasza. Késő tavasz, és már krumpli mindjárt aratható. A kajára kell mindig ráállni. Ezt lehet nem is ide kéne csinálni, hanem ide. Ezt lehet, hogy elbontjuk a picsába. Hogy fasz tudja? Nem oda kéne csinálni, mégiscsak. De itt még akarok ide fejlődni. Akkor itt lesz, igen, és oda meg még egy szántóföldi, így van. De ide is lehetne házakat pedig lecsapatni. Na ide megnézzük. Itt lesznek házak. Így. Ide is baszunk ki utat. Így van, ide is rakunk utat. Hopp, azt elbasztam azt az utat. Hogy lehetett letörölni az utat? Ez az? Ez mit csinál? Eltávolítás, visszavonás. Jó, mert az utat ide kell rakni. De ne halljatok már meg mindannyian éhen döglő gecik. Mindig itt éhen döglik, értem basztom, bazd meg. Na ennyi kéró elég lesz. Csak akkor ide kell rakni a falsogatót. Ami... faaprító itt lesz. Akár kettő is lehet, és akkor jól nyomják. Akkor ide rakunk egy szabót még. Aha, pont úgy nem lehet. Ilyen, nem basztok. Na, így jól basztok, de hát nem olyan, ahogy én akartam, na mindig. Jó. Itt lesz a falunak olyan ellátó részlege. Ide csinálunk még egy szántóföldet. Nem, ide egy gyümölcsös csinálunk. A később úgy működik, hogy izé. Ilyen benszülöttekkel tudsz üzletelni. Ó, és meg izé romlik a sok kaja. Geci, mennyi kaja lett. Most már ilyen nem fognak halni, csak megfagyni. Viszont az a baj, hogy kurvára nincs építész. Meg kell várni, míg elszaporodnak. Kajánk lesz, szóval azon nincs probléma. Most már csak szaporodni kell. Az a baj, hogy hatan vagyunk ezt. Az a baj, hogy ez vagy elején jól csinálod és túléled. Lehet elbosztani túl sok házat. Egyből házat kellett volna csinálni, meg szántóföldet. Vagy bukod az egészet. Ez már egy érdekes formájú lerakat. Ez milyen egy sávos lett, hát ez buzdik az mi.
Na így, milyen sávos lesz az kis. Na. Mindig kevesen vagyunk. Ezt se bontották még ki. Szarai kevesen vagyunk. Nincs tűzi fájuk, hogy miért fáznak. Na, nincs hát. Itt akkor ez fasza lesz. Csak nem fagynak meg. Meg az a baj, hogy nem kőháza kéne upgrade-elni. Ez kőház? Még kőházat csináltam? Ez is kőház. Ez is kőház. Ezek mik lesznek? Kőházak? Ez faház. Mindegy, akkor ezeket... leszorom. Na, korra tavasszal mennek a parasztok szántani, hát a felnő kettő. Meg hát, ha elkezdenek kúrni, vagy valami. Azután üresen a ház. Ezeket lepauzálom. És akkor egy fahasogatót, azt meg kell csinálni. Szóval lepauzálom itt ezeket a munkákat. Még itt is volt valahol így a erdészet. Hol van? Na, mire csináltam? Úgy emlékszem, hogy itt legyen. Aha, itt van, ezt is lepauzáljuk. Ezt fahasogató, azt meghagyjuk. Pauz. Ényi. Egyelőre. Jó, így ahogy van. Parasztot elveszünk és berakjuk építésznek. A prioritást ugye állítjuk építkezőre. Így. De az utat nyomja a faszfejű. Ez az építész. A lakos Livána éppen izé. De miért azt csinálja a hülye lakos? Miért nem a földet műveli? Miért ne utat csinálja? Kajával nem lesz gond most egyelőre. Ide még befér ház. Behát. Ide. Ha ide már nem. Na mindegy, többen laknak ebbe az utcába. Ennyi. És ezt is lepauzáljuk. Ezeket meg lehet, hogy el is bontom a faszomba. Meg kőházak kellenek ide. Na milyen gagyi ház. Nem engedi lerakni. Mi a kisebb helyet foglal? Így le lehet, jó van. Nem úgy is így volt tervezve, jó. Ezt lepauzáljuk. Iskolába kell őket járatni, meg minden. Ezt mindjárt megépíti. És akkor ezt be is állítom falsogatónak. Csak felnő már egy gyerek. Be is áll dolgozni, vagy mi? Ja nem, még építi, jó, elnéztem itt valamit. Szerszámokat is kell csinálni, ruhát is, faszom ki van. Még egy dolog építés kell neki, és akkor be is állítjuk falbritónak. Elkészült. Kész, és akkor építés szevasz, és akkor falbritó szevasz. Falbritsa a fát. Izén van bőven. Fám még végül is kő nem sok van. Oké van. Egyel nem is kell, hogy szaporodjanak. Itt úgy is senki nem lakik. Laknak, nem laknak. Lehet ilyen hajléktalan szállót is csinálni. Na, itt a sok fa. Meg piacot is. Megcsináljuk a piacot. Be lehet meg csinálni ilyen izé gyűjtögetőt, vadászt, halászatot. A rámot, de azt kell általában ezért csere bizniszeket csinálni, hogy mit kész cserébe miért. Akkor mik vannak még ilyen? Ugye gyümölcsös, ott is lett többféle gyümölcsöt, termesznek minden. Ez a piac. Ide gyűjtik be a termelt cuccot. De így is jó, ha ide gyűjtik be a termelt cuccot. De a piacra kell munkás. Na, de azért legyen piac is. Jó néz ki. Egyből itt a fő központi raktárt már le is bontom utána, de akkor meg így elbasztam viszont. Akkor ezt elbontjuk, várjunk csak. Ezt elbontjuk innen. Ez mi?
Szerszám készítői megcsapantak. Hát jó. Egy földművest elveszünk. Az bemegy építésznek. A prioritást, azt megnöveljük erre. Akkor ide csapjuk le a piacot, és mellette lesz a nagy raktár. Lerakat. Ez csűreznem kell végül is. A piacon ott is mindent vissza lehet gyűjteni, én úgy tudom. Na, lett még egy lakosom. Akkor ma kettő csak elbontja már lassan ezt a szart, mert mindent csinálnak, mert gyűjtögetnek, mert kevesen vagyunk, az a baj. Na, jött még egy lakosom. Mert... ja, amikor jönnek, bevándorlok is. Na, az hasogatja a fát, jó van. Tűzifa korlátot felemeljük 2000-re, mert ezek gecik is begyűjtik maguknak. Nincsen szerszám, ez nagy szopás, így az a baj. Szerszám nélkül lassabban dolgoznak. Itt a krumpli, nem tudják hova rakni. Mert ezt a faszt nem bontanák le a kurva anyátokat most már. Bontsátok már ezt a gecit el. Prioritás. Mikor mentek, hogy megáll a ját. Ez egy prioritás. Annak sincs a favágónak szerszáma. Kurva életbe. Miért éhesek? Hova lett a sok kaja? Ez kész, bazd meg. Mi megették? Hát ezt nem hiszem el, bazd meg. Mert tuti, hogy beizé raktározta valamelyik magának. Azt csinálják. Akkor visszavonjuk. Akkor van kaja egyből. Kurva életbe. Akkor ez volt itt a probléma. Itt meg csinálják az alagutat. De nem kell alagút, kecik. Ez jó elbontani? Jó. Kell egy piacot csinálnom elsőnek, de így szar, akkor itt lesz a piac. Legyen itt a piac, ja. Oké, piac, itt a piac, és akkor itt lesz a piac. De akkor nem viszik be oda, itt lenne a jó. Az a geci ott van, és ez faszom ki van. Akkor mögötte legyen a piac. Úgyis tudok utat csinálni. Ja. Itt lesz a piac, és közt lepauzáljuk egyelőre. Ide csinálunk egy utat. Így mi. Na, de majd folytatjuk szerintem innen. Sziasztok!